Szerintem kezdjük úgy, hogy bemutatkozol, hogy ki vagy, meg honnan ismerjük egymást, az új barátságunk kezdete micsoda. Igen, hát Varga Zoltán vagyok, a Demokratikus Koalíció debreceni képviselője. Én 2015 óta politizálok Debrecenben, ugye ez számomra azért különleges, amúgy még nagyon sok barátom a DK-ba, vagy az akkori debreceni közgyűlés budapesti része, az időnként kormányon is volt. Én 15 éve folyamatosan ellenzékbe ülök és dolgozom. Így aztán számomra nem meglepő, ami most a parlamentben történik. És ugye csak, hogy tisztázok, úgy lettél képviselő, hogy amikor azt hiszem a Gréci Zsoltnak a lemondása után lettél. Nem? Parlamenti képviselő, igen. Igen, én egészen addig, tehát a tavaly, illetve hát most februárjáig, ez év februárjáig én a debreceni közgyűlésben ültem, a pénzügyi bizottság elnöke voltam. És akkor most lettél országgyűlési képviselő, és onnan ismerjük egymást az országgyűlési. Egy picit hamarabbról, hiszen a kampányban már, ez az önkormányzati kampányban egyszer már találkoztunk. Így van. Én szerintem, hogy az elején, csak az első kérdésben egy kicsit a debreceni politikáról szerintem érdemes lenne beszélni. Ugye mindenkinek az a, vagy mindenki, főleg Budapeste meg a politizáló értelmiség mindig azt mondja, hogy Debrecen az egy fideszes város, ugye mindig ez az alapvető narratíva róla. Hát a választási eredményekben ez eléggé látszik. Mégis pont, amik mielőtt elkezdődött a felvétel, beszéltük, hogy azért volt ugye az elején SZDSZ-es polgármestere is Debrecennek, hogy szerinted mennyire fideszes város, vagy ennek, ha így van, akkor meg mi az oka? Én nem gondolnám, hogy Debrecen igazán fideszes város. Én inkább azt hiszem, hogy a civis mentalitás egy picikét más, mint az országban megismert attitűdök. A debreceni emberek szeretik a változatlanságot. Ugye hosszú ideig megtartották különben hevesi polgármestert is. Aztán amikor megtörtént a váltás, ugye 98 óta pedig a Fidesz van, de ez nem azt jelenti, hogy fideszes a város, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy egy olyan közeg alakult ki a városba, ami még nem tette lehetővé azt, hogy változás történjen. Én már látom, különben érzem már most a nyomait ennek, hogy ez be fog következni. Jó, alapvetően miért a Demokratikus Koalícióhoz csatlakoztál? Ugye ez szerintem nem olyan meglepő, de hogy számomra az ellenzéki palettán belül nekem a legnagyobb belső véleménykülönbség az a Demokratikus Koalíció, meg mondjuk az én álláspontom köztem van a legtöbb kérdésben. Értelemszerűen van egy együttműködési kényszer, csak érdekel, hogy valaki miért pont ezt a közösséget választotta. Mondjuk ez az önmeghatározásod megérne egy külön vitát. Szerintem nincsenek olyan nagy különbségek közöttünk. Én biztos vagyok benne, és el fog jönni szerintem az a kegyelmi pillanat, amikor ez nyilvánvalóvá válik mindenki számára. Ez pedig a közös kormányzás időszaka lesz. Bízunk benne, hogy ez nagyon rövid idő alatt meg fogjuk tudni ezt tapasztalni. Hogy miért a Demokratikus Koalíció? Valójában azért, mert én egy hihetetlen nagy igazságérzettel megvert vagy megáldott pali vagyok, aki egyszerűen nem tudta magába tartani azt, hogyha körülötte igazságtalan helyzet alakult ki. És én azt láttam különben hosszú-hosszú évek óta, mondhatnám azt is, hogy a 90-es évek közepe óta, hogy van egy csapat, aki számára nem létezik ideológia, hiszen látjuk azt, hogy a liberális mozgalmaktól most már sikerült eljutniuk a szélsőjobbig. Őket egyedül a hatalom és a pénz érdekli. És én azt láttam, és nyilván én ezt otthonról is ezt hozom, hiszen egy becsületes, tisztességes, melós családból származom, és én magam is különben egy becsületes, tisztességes, melós vagyok. Talán egy picikét túlképzett, de mégiscsak az, hogy a DK-ban, illetve hát a baloldalon hangzanak el különben azok a gondolatok, amik az én fejemben megfogalmazódtak. Tehát itt a baloldal alatt azt értjük, hogy akkor elinduljunk a közös, tehát az egyetértés irányába, tehát azt értjük, hogy mondjuk az egészségügy állami legyen és mindenki számára elérhető, hogy az oktatásnak a lényege az, hogy a szociális különbségeket csökkentsen, növelje, akkor az, hogy mondjuk legyen Magyarországon egy olyan szociális háló, aki tényleg azokat, akik rászorulnak, azokat valamennyire megsegít ilyen dolgokban. Valójában én ezt sokkal egyszerűbben gondoltam. Nyilván lehet ezt borzasztó hosszú körmondatokkal és nagyon
nehéz ellátani és megfogalmazni. Én talán ezt az ezredforduló táján úgy fogalmaztam volna meg a forrasztópáka mellett, hogy én szeretném azt, ha mindenki egyformán rajtkőre tudná állni. Uh-huh. Tehát, hogy egyenlő esélyek lennének. Így. Tökéletesen ez sose lesz, de törekedni kell. Szerintem a politikai vezetésnek, az elitnek, egy ország vezetőinek arra kell törekedni, hogy ezt a lehetőséget mindenki számára biztosítsa, hiszen látjuk, hogy milyen igazságtalan amúgy is az élet. Legalább a politika legyen az, aki ezeket megpróbálja, amennyire csak lehet különben kontroll alatt tartani, és mindenkinek megteremteni azt a lehetőséget, hogy tehetsége szerint, ne pedig pénztárcája szerint élje az életét. Én akkor most rátérnék az egyik ilyen témára, és egy kicsit így elmondanám, hogy én nekem mi a kritikám az ellenzéki kritikával kapcsolatban, kicsit ilyen túlbonyolítva, hogy ugye nagyon sokat kritizáljuk a kormány egészségügyi kormányzását, most értem szerint ez a járványhelyzet alatt különösen így van, és mindig elmondjuk, hogy több pénz kell az egészségügybe. És én nekem, vagy én azért azt látom, hogy persze, hogy kell több pénz, meg a béreket meg kell emelni, de hogy önmagában nem csak a több, vagy a több pénz önmagában nem biztos, hogy egy rossz struktúrájú rendszerbe elegendő. És itt arra gondolok, hogy vannak olyan dolgok az egészségügyi rendszerben, amit nem mondunk ki, de mégis azért nagy igazságok. Például, hogy nagyon sok orvos van, aki a magán praxisát az állami infrastruktúrán végzi. Tehát, hogy tulajdonképpen az adóforintból fölépítünk egy kórházat, egy rendelőintézetet, és utána abban folytat magánpraxist. Az, hogy az egészségügyi bértábla nagyon sok egészségügyi dolgozónál nem azt tükrözi, amennyit valóban keresnek. Értelemszerűen maga a bértábla szörnyű, de hogy azért ezt a valóságot is el kell mondani, illetve azt is el kell mondani, hogy kell állami egészségügy, de az nem tud mindenre kiterjedni. Tehát annak is meg kell szabni a határát, mert ha nincsen határa, akkor nem fogjuk tudni közösen finanszírozni. Ezzel gyakorlatilag szinte egyet is tudunk érteni mindenbe. Azért ne felejtsük el, mi ezt az egészségügyet örököltük. Ugye, és nem akarok én itt visszautalni túlzottan a Kádár korszakra, de azért mégiscsak a Kádár korszakban volt egy közmegegyezés, az állam keveset fizet, és az összes többit, ugye paraszolvencia, vagy borravaló módján visszaadják az emberek egymásnak. Na most ahelyett, hogy a politika ezt a helyzetet megoldotta volna, mindenki menekült a valódi megoldásoktól. Amikor pedig elindult a megoldásnak kömen a halvány igénye, szikrája és lehetősége, gondoljunk csak a 300 forintos vízidíj bevezetésére, akkor ugye jött a Fidesz, és a maga populista módján ezt az egészet a földbe döngölte. Most ennek látjuk a következményeit. Lehet, hogy nincsen 300 forintos vízidíj, és itt most nagyon sokan boldogok emiatt. De 6 hónap TB nem fizetés után az ember meg kiesik. De most már ott tartunk, hogy gyakorlatilag életmentő műtéteket sem kötelező elvégezni senkin, hogyha 6 hónapig nem fizeti a TB-t, vagy pedig most derül ki, hogy 19.500 forintot be kell fizetni a vírustesztekre, ha esik, ha fúj. Tehát én azt hiszem, lehet látni azt, hogy miről is beszélünk, és valóban az ellenzék különben, amikor azt mondja, hogy több pénz kell a rendszerbe, ez egy tűzoltó munka. Hiszen addig nem lehet követelni sem például egy orvostól azt, hogy te ne fogadd el a hálapénzt, amíg az ő bértáblája, én sem szeretem ezt a szót különben, olyan, amilyen. És látjuk ugye az orvosbárók mellett, akik kiemelt hát, hogy is milyen paraszolvenciából lesznek milliómosok vagy milliárdosok, ott vannak azok az orvosok, akiket nem lát a közvélemény, de akik minden nap ott vannak a betegágynál, vagy a patológián, vagy a laborokban, ők viszont majd csak minimál bérért dolgoznak orvosi diplomával. Igen, nekem a saját minőkém az, hogy ugye azért van ilyen rettentő kevés pszichiáter Magyarországon, mert ugye nem kap paraszolvenciát, ezért az egy nagyon-nagyon alul fizetett része az orvoslásnak, de visszatérve itt csak, én nem akarok belemenni egy ilyen 2015-i kormányzás vitába, nekem van erre egy jó mentségem, hogy 2009-ben érettségiztem, tehát én a nagykorúságom előtti időszakról nem feltétlenül... Mindenkinek a maga keresztje. Igen, igen, de hogy én azért azt gondolom, hogy pont nemrég néztem vissza Molnár Lajos miniszter úrnak egy nagy expozéját az országgyűlésben, mert nekem ilyen perverzióim vannak, hogy néha ilyeneket szoktam nézni, és én szerintem Talán nem az volt ott a kritika, hogy valamit kezdeni kell, és hogy valamilyen módon
meg kell határozni az állami és a magán közötti egyáltalán a különbséget, vagy hogy a magán hogy tud belekapcsolódni. Zárójel, én azt a mai napig helytelennek tartom, hogy magán biztosítós legyen maga, de nem vagyok szakértő, tehát erről biztos lehet jó szakpolitikai vitákat folytatni. Csak ott egy kicsit talán az volt a probléma, hogy túl sok minden volt egyszerre elmondva. Túl volt az egész, tehát politikailag nem volt, hogy mondjam, az egész szerintem rendszerbe ágyazva, és talán ennek lehetett ez a vége. Amúgy nekem a kedvencem ennél a népszavazásnál, ugye itt volt Tandíjas része annak a népszavazásnak, ami a Fidesz kétharmadát tulajdonképpen megágyazta, és úgy, hogy ugye ma van Tandíj. Tehát hiába hívják képzési hozzájárulásnak, az alapvetően egy ugyanúgy egy és van magánegészségügy. És van magánegészségügy, nagyon sokszor állami infrastruktúrán, és először elvették a TB-ben a kockázatközösség alapját, tehát most már ugye a 6 hónap miatt vannak emberek, akik kiszorulnak a TB fizetésből. Én nekem szerintem, vagy nekem amúgy egy állításom, hogy a Orbán kormány sokkal jobboldali gazdaságpolitikát folytat, mint ami az kívülről tűnik, és hogy igazából egy nagyon jó. Én úgy gondolnám, az Orbán kormány nem jobboldali gazdaságpolitikát folytat. Ő egy populista párt, aki a saját kénye kedve szerint hajlítgatja a valóságot. Nincsen köze ideológiának az Orbán kormánynak semmihez. Ez, hogy mondjam, erről majd tőlem okosabb emberek ebbe állást foglalnak. Én az egészségügy kapcsán még azt mindenféleképpen, mert szerintem azt érdemes előhozni, hogy például volt csak hogy kimondjunk olyan dolgokat, amik alapvetően. Volt egy pont az 2015-i kormányban olyan, hogy legyenek súlyponti kórházak, ahol mindenféle dolog lehet, és a kis kórházakat ugye azokat le kell építeni. Abban valószínűleg van valamennyi igazság, hogy mondjuk egy 10 milliós országban, mit tudom én, neonatológiából egy fix szám kell, tehát nem kell bizonyos számnál több, mert túl drága az államnak fönntartani olyan helyeken, ahol sokkal kisebb a kihasználtság. Azt hiszem, hogy ez volt ennek a gondolatnak a logikája. Valójában az előbb már erre utaltam, hogy mi ezt az egészségügyet örököltük a Kádár rendszertől, illetve még távolabbra mennék, ez egy szovjet típusú egészségügyi felépítés, ahol sok kórházat hoznak létre, közel legyen egy meghatározott emberszámhoz, közösséghez egy-egy kórház, ahol az alapvető beavatkozásokat el tudják végezni. Ez ne legyen jó minőségű, legyen életmentő. Ugye ezeket hívták annak idején a háború előtt, alatt, után, nem tudom, erre vannak olyanok, akik ehhez értenek, járványkórházaknak. Uh-huh. Mi ezt az elméletet, vagy ezt az ideát próbálják fenntartani még mind a mai napig is az emberek fejébe, hogy szükség van a sok kórházra. De ha megnézzük a jól működő nyugati egészségügyet, nem súlyponti kórháznak hívják, hívhatják őket bárhogy, egyszerűen csak kórházaknak. Nincsen mindenütt kórház, de ahol kórház van, az olyan mértékben jól felszerelt, hogy minden eszközgép és személyzet megvan ahhoz, hogy bárkit különben nem csak jól és tökéletesen, hanem komfortjában is egy felső szinten tudjanak gyógyítani és gyógykezelni. Ez itt most Magyarországon nem elképzelhető, és most visszatérnék a kérdésednek az elejére. Valóban igaz, hogy nagyon sok minden elhangzott abba az időben, hiszen azt látjuk nagyon jól, hogy azok a becsontosodott, bebetonozott struktúrák, amiket örököltünk, akár a szociális háló területén, akár az egészségügy, akár a munkavállalás, lehetne sorolni a végtelenségig, azokon változtatni kell ahhoz, hogy mi egy európai országnak tudjuk magunkat érezni. A benne lévők is annak tudják magukat érezni, európai polgároknak. Elképzelhető, hogy türelmetlen volt az akkori kormányzat, hogy ő túl sok jót akart végrehajtani. És nyilván ez a sok jó, ez különben akár érdeksérelemmel, akár félelemmel is járhatott az emberek egy részénél. Azonban hozzá kell, hogy tegyem, hogyha megnézzük a világ boldogabbik felét, a svédeket, ahol politikai közmegegyezés van arról, hogy nem nyúlunk bizonyos kérdéshez, legyen ez az adó, vagy a szociális háló, vagy megnézzük a németeket a sarkalatos törvényeknél, ahol szintén vannak olyan nagyon fontos, a társadalom számára nélkülözhetetlen alapvetések, amit a politika nem használ fel különben a saját mocskos érdekei mentén, hanem elfogadja azt, hogy ez a közjó érdekében meg kell, hogy maradjon. Mit csinált Orbán? A saját céljai, a hatalom elérése érdekében felhasználta különben az embereknek a félelmét, és most alakult ki az a helyzet, hogy kiderül, hogy az egészségügyünk egyszerűen működésképtelen, hogy nem tudunk úrrá lenni alapvetően olyan kérdéseken, ami hogyha akkor megtörténik az egészségügy átalakítása, akkor most valószínűleg nem okozná ekkora problémát. Amúgy
ugye nekem az egész, tehát hogy nekem azzal van egy kisebb kritikám, hogy itt mindig ugye úgy beszélünk, hogy Európa a szerencsésebb felek, tehát Európa mint egy ilyen cél, ugye ez a te politikai közösségednek ez a jelszava is. Én nekem ezzel részben az a bajom, hogy szerintem ebben van egy, hogy fogalmazom ezt meg, szerintem óvatosnak kell lenni nagyon. Abba, hogy azt ígérjük a magyar embereknek, hogy európai bérek lesznek, hogy európai színvonalú egészségügy lesz, hogy európai, és hogy itt a nyugat-európai dolgokat értünk, mert az, hogy Nyugat-Európa miért ilyen gazdag, és miért tud ilyen jólétet biztosítani a saját polgárainak, ennek van egy történelmi oka, hogy ez így alakult, hogy nálunk ez nem így alakult, és ezt egy-két kormányzati ciklus nem fogja tudni alapvetően megváltoztatni. Tehát 1990-ben azt ígérték a magyaroknak, hogy jön a piacgazdaság és nyugati bérek lesznek, 2004-ben az EU csatlakozásnál azt ígérték, hogy európai bérek lesznek, és nem lettek. Közelíteni lehet, tehát lehet konvergálni, ugye mindig, ez egy nagyon a politikai életben egy nagyon sokat használt szó, de hogy azt pontosan elérni nem fogjuk tudni. Csak ebben legyünk őszinték, ezer dolog miatt kell kormányváltás, és azt hiszem az egyik legfontosabb dolog az, hogy a bérek alapvetően nőni tudjanak, de nem lesznek nyugati típusú bérek 2 éven belül, ha mi kormányt váltunk közösen. Most egy nagyon nyakatekert és lehet, hogy nem is igazán jó érvet fogok felhozni. Emlékszel te arra? Valószínűleg emlékszel, emlékezned kell a Fidesznek a 90-es évekbeli jelszavára. Itt az idő. Nem, van egy már merj nagyot álmodni. Igen, igen. Merjünk nagyot álmodni. Na most az a helyzet, hogy a Fidesz és a Fidesz oligarchái és a holdudvara és a politikusai, ők valóban nagyot álmodnak. De azt mondják a magyar társadalom melós részének, azoknak, akik megtermelik különben azt a pénzt, amiből ők aztán elmennek adriázni, hogy neked nem kell nagyot támadni. Te fogadd el azt, hogy soha nem fogod elérni a nyugati színvonalat, mert ez egy ilyen világ. Törődj bele! Uh-huh. Hidd el, hogy te különben másodrangú polgára vagy Európának. Mi meg azt mondjuk, hogy ez nem igaz. Menj nagyot támadni debreceni, budapesti, győri, melós. Hidd el, hogy hogyha te buszt vezetel, pontosan ugyanannyit kell, hogy keresél, tudsz keresni, mint egy holland buszsofőr. Én ezt értem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó ambíció, amivel szerintem egyet kell érteni, mert pont ugyanannyit ér az ő munkája, mint a holland buszsofőrnek a munkája. Csak azt mondom, hogy szerintem őszintének kell lenni a választópolgároknak. Tudom, hogy ez egy ilyen álnaív dologként hangzik. Én nem álnaivitásból mondom, azért mondom, mert szerintem hosszú távon megbuszolja magát, ha nem így van. Ez látszik amúgy most is. És azt kell mondani, hogy mi meg fogjuk próbálni, hogy te keress annyit, mint a holland buszvezető, de nem fogjuk tudni ezt 4 év alatt elérni. Ha valaki őszinte, és most a DK-nál tartunk valójában, ha valaki őszinte ebbe a sztoriba, akkor a demokratikus koalíció az. Igen. És itt most nem akarok visszautalni, hiszen most volt egy évforduló, ugye a... Ne, az tényleg nem, mert akkor nagyon-nagyon vitatkozni fogunk, és próbálunk. Nem szeretném, de azért mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogyha valaki most szembesíti a magyar társadalmat azzal, hogy mik a lehetőségei és mi a valóság, akkor az mi vagyunk. Ellentétben a Fidesszel. Uh-huh. Aki miközben a mi zsebünkbe turkál, nekünk tiltja meg, és nem adja meg azt a lehetőséget különben, hogy Európához csatlakozzunk, akközben ő a felső európaiak módján él. Tehát látjuk ezt a különbséget. Mi azt szeretnénk, hogyha az emberek egyszerűen el tudnák azt hinni, hogy van az a lehetőség, hogyha csatlakozunk egy közösséghez, hívják ezt Európának különben, akkor ki tudjuk alakítani azokat a közös játékszabályokat, hogy előbb-utóbb ő is pontosan ugyanolyan rangú polgára lesz az Európai Uniónak, mint egy holland vagy egy német. És nem azért, mert a holland vagy a német nem akarja, hanem azért, mert most jelen pillanatban a saját kormánya nem akarja ezt. Tehát itt a kritika részét értem. Nekem az a problémám ezzel, hogy 2 dolog. Az Európai Unió szerintem nem egy utópia, és nem a létező világok legjobbika. Tele van nemzetállami önzéssel, és most kicsit ne beszéljünk Orbán Viktorról meg Magyarországról, nézzük meg úgy a térképet, hogy nincs is ott Magyarország. Tele van nemzetállami önzéssel, létrehozzuk az orosz szankciókat, Franciaország turbinákat ad át Oroszországnak, Németország egy gázvetéket épít velük, rengeteg ipari lobby van, az Európai Parlament alapvetően nincs nagy befolyása, vagy legalábbis elegendő
befolyása, és ebben amúgy pont egyetértünk veletek, tehát hogy nincs elegendő befolyása, míg megválasztják Ursula von der Leyent úgy, hogy egy árva ember nem szavazott rá egy teljesen érthetetlen hátsó alkuban, és az egész szerintem, ez csak arra akarom mondani, hogy szerintem az nagyon veszélyes, és ez a brit példa mutatja, és ezt egy, hogy mondjam, egy ilyen kérés az irányatokba, hogy az Európai Unióval szembeni kritikát nem szabad úgy tekinteni, mint egy dolog, amit nem lehet elmondani, mert a Fidesz érdekét szolgálja, mert ha ki van szolítva a baloldalról az Európai Unió kritikája, akkor mindenki, akinek kritikus gondolata van, az el fog menni ebbe a jobboldali populista irányba. Részben ez volt a Brexitnek az oka, hogy nem volt egy baloldali euró kritikus álláspont engedve egy idő után a mainstream médiába, és hogy szerintem azért az Európai Unió nagyon sok szempontból egy rettentő rossz dolog. Tehát én nem vagyok úgy annyira. Itt ez egy nagy különbség. Nem hinném, hogy van különbség. Én sem mondom azt, hogy az Európai Unió az minden világok legjobbika. Sőt, tele van hibával. Ha valaki, akkor a demokratikus koalíció kritizálja különben az Európai Unió döntéseinek azon részét, ami vagy gyenge, vagy teszetosza, vagy valójában zsákutcát jelent, hiszen vannak ilyenek is. Na de hát ettől kerek ez a világ. Ettől hívják ezt demokráciának. Az jobb, hogy kimegy. Nem tudom, hogy akkor most mondhatom-e Orbán Viktor nevét, vagy nem, hiszen te szeretted volna, hogyha legyen egy ilyen megegyezés, hogy ne beszéljünk róla, de kikerülhetetlen. Hát ezzel az emberrel kelünk, fekszünk különben, idestova lassan 30 éve. Amikor ellenzékben volt valójában, akkor is vele keltünk, feküdtünk, mert róla szólt minden. Kimegy egy Orbán Viktor nevezetű fazon az Európai Unióba, eljárja a kis pávatáncát, hazajön, és annak az ellenkezőjét csinálja. Hova fog ez vezetni? De persze, tehát ez értelemszerűen ez egy tök legitim dolog. Tehát az Európai Uniónak az összes hibájával együtt ezerszer jobb Európai Uniós tagállam polgárának lenni, mint Magyarországon itt kínlódni abba a populista dágványba, amit Orbán Viktor nekünk teremtett. Én nekem ezzel még az a bajom, hogy szerintem az, hogy Orbán Viktor mit csinál Magyarországon, azt nem kell elmagyarázni az Európai Unió vezetésének és a nyugat-európai országnak, pontosan tudják. Már elég, vagy legalábbis, hogyha eddig nem tudtuk elmagyarázni, újat szerintem már érdemben nem lehet nekik mondani, tehát már mindenki elmondott. Nézd vissza, hogy a néppárti tagsága a Fidesznek, ez már egy körülbelül két éve tartó latin szappanopera, aminek a sunyulásnak egy ilyen különböző fázisaiban vagyunk. Most megint úgy döntöttek, hogy hát még nem döntenek, majd döntenek, ha nem tudom, mi történik, majd akkor döntenek. Pontosan tudják, mi történik, és mivel az Orbán kormány a BMW-nek, meg az Audinak, meg a nagy német iparnak, a részben az adókedvezménye, részben a magyar munkásoknak a bérének a alacsonyan tartásával, gazdasági előnyt jelent. Hogy azért tennél sokkal szörnyűbb a helyzet, hiszen Szijjártó Péter telefonszáma ott labul minden autó gyárvezetőjének a zsebébe, hát és én attól tartok, hogy különben a Pétertől lassacskán pizzát is tudnak rendelni. Hát de pont az, hogy ugye nemrég jött ki egy cikk erről azt hiszem, hogy az egyik oknyomozó portálon arról, hogy milyen politikai-gazdasági kapcsolata van a német tőkével. A német tőke meg Angela Merkel között meg szintén szoros kapcsolat van, tehát mindig eljátszák, hogy elmondják a jogállami mondatokat, és közben igazából Magyarország nagyjából azt, amit csinál, az ő beleegyezésükkel történik. Hosszasan beszélhetnénk az Európai Unióról, de én azt hiszem, hogy sokkal lényegesebb az, hogy mi történik itt nálunk. Talán zárásként egy mondatot azért az Unióval kapcsolatban. Szerintem abban megegyezhetünk, hogy az Unió, amikor létrejött, akkor úriemberek közötti megállapodás részeként nem egy bolond biztos rendszert hoztak létre. Ők nagyjából úgy gondolták, hogy az adott szó az kötelez, amit az egyik elmond, azt a másik tudomásul veszi, és valójában az akár szentírásnak is tekinthető. Orbán Viktor megjelenése az Európai Unióba ezt az egész eddigi gentleman egerről képet gyakorlatilag a sárba taszította, és lett belőle, ami lett. Most már látjuk azt, hogy még ha ez a böhöm nagy rendszer nehezen is, de mégiscsak mozdul abba az irányba, hogy megteremtse azokat a korlátokat, ami már elnézést a kifejezésért, az ilyen Orbán Viktor-szerű, hát mit nem mondjak, futóbolondok számára egy olyan utat szab meg, hogy nem teheti azt, amit akar. Tehát én nem pont, tehát egyébként most több szempontból sem értek egyet, de az egyik
hogy szerintem az Európai Unió létrejött, az nem az, hogy, és ezt meghallgattam Dobrev Klára beszédében is, amikor volt a hitel, az Európai Hitelpaktumról mondta a vezérszónokját, tehát azért ez nem, az nem egy, nem grállovagok leültek egy asztalhoz, és a maguk jóságát kivetítve létrehoztak valamit, az szintén nemzetállami gazdasági érdekekből adódóan az acél és szén közösség azért, hogy jobban tudjanak kereskedni, ami ne, én nem mondom, hogy egy rossz dolog, csak ez a realitás. Szerintem az is egy realitás, hogy a keleti blokknak a, és egy kicsit tágabban nézzük Orbán Viktortól a csatlakozása, az nekik egy piacot jelentett, olcsó munkaerőt jelentett, amiért cserében nagyon sok mindent igazából nem érdekli őket. Tehát én csak arra akarom az egészet kifuttatni, hogy egy szép egyetértésbe zárjuk le, hogy szerintem nem lehet onnan várni a megoldását, ami Magyarországon történik. Tehát nem is az Unió fogja ezt megoldani, ami mi problémákat és kínunkat. Én úgy látom, hogy ez a megoldás egyre közelít amúgy. Ezt a magyar, de magyar választópolgárok. A magyar nép fogja ezt megoldani, az ellenzék fogja megoldani, mi közösen fogjuk megoldani, én ebben biztos vagyok. Ez egy amúgy nagyon szép végszó lett volna, de még behozok egy témát, mielőtt ezt majd elmondjuk még egyszer. Elmondjuk még egyszer, ilyen szlogánszerűen, hogy ugye sokat beszélünk az összefogásról, és én ezt szerintem el lehet mondani nyilvánosan, én ebben azért sok szempontból módosítottam az álláspontomat, főleg azért, mert szerintem a választópolgárokkal szemben nem érdemes sokáig csinálni a dolgokat, mert ez a munka, amit mi végzünk, ez arról szól, hogy velük ne szemben történjenek dolgok. De azért ugyanakkor ezek közül a pártok között vannak azért lényegi különbségek, ami szerintem nem baj. Tehát én ezt erre akartam kifuttatni, ezt a hosszú monológot, amit rájöttem, hogy egy mondattal el tudok mondani. Tehát ha lenne valamilyen közös kormányzás, azért az egy koalíciós kormányzás lenne a dolognak a klasszikus értelmében, tehát itt pártközi egyeztetések lennének a kormány döntésekről megelőzve. És ezt sokan problémának tartják, meg kaotikusnak gondolják, de hogy szerintem a koalíciós kormányzásban van pozitív dolog. Az nem, pont az a baj a jelenlegi rendszerben, hogy egy ember meg egy szűk körnek az akarata érvényesül 100%-ba. Értelemszerűen nincs valódi koalíciós kormányzás, mert most a KDNP, tehát ne vicceljünk egymással. Nincs valódi KDNP. Így igen. Tehát, hogyha lenne egy valódi koalíciós kormányzás, az már az önmagából jó, hogy senkinek, egyik közösségnek se az akarata tud 100%-ig érvényesülni, és ezért születhetnek akár jó kompromisszumok is. Azt kell, hogy mondjam, hogy régi ismert, unalomig ismert axióma, hogy a demokrácia is trapás dolog. Ugye ebben a tekintetben különben egy adott pillanatban sokkal hatékonyabb tud lenni egy diktatúra, mert van egy ember, ő mond valamit, aztán ha tetszik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik. A demokrácia ehhez képest valóban kompromisszumok sorozata. Hosszú-hosszú éjszakákat jelent, amikor le kell ülni, és meg kell győzni a másikat, hogy különben, amit én mondok, az amúgy működőképes tud lenni, és jó. És nyilván ezek a közös leülések, az egyeztetések, az a kompromisszum készség és keresés, ami különben a demokráciát kell, hogy jellemezze, az el fog vezetni egy jó kormányzáshoz. Az a legnagyobb baj a többek között az Orbán kormányának, hogy nem jó kormányzó. Nem is kormányoz különben, valójában nem vezeti az országot, hanem csak rángatják, ugye látjuk nagyon jól ide-oda a gyeplőt. Akkor, hogyha kialakul valóban egy koalíciós kormány, egy új koalíciós kormány, ahol arra vagyunk utalva, hogy mi minden fontos kérdésbe egyeztessünk, akkor teljesen biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó irányba fogunk tudni ezzel menni. Mert ennek pont ez a lényege. Valójában az Európai Uniónak is ez a lényege. Tudjuk nagyon jól, hogy az egész erről szólna, hogy egy win-win, egy mindenki számára győztes meccs legyen ebből. Ugye látjuk nagyon jól, Orbán Viktor szeret háborúzni. És ellentétben azzal, amit azért a saját kis propagandája nyom, Orbán Viktor a saját háborúit rendre el is veszíti. Nem az a baj, hogy ezzel ő lesz kevesebb, hanem mi. Az ország és a benne élők. Mi isszuk meg ennek a levét, és én úgy érzem, hogy 2022-ben ez tud változni. A másik, én azért tartom fontosnak azt, hogy és nagyon-nagyon örülök, mert hogy elindulnak azok a 2022-t előkészítő megbeszélések, mert megtanuljuk egymást. Rájövünk arra, hogy az, hogy én nem úgy gondolkozok a világ minden dolgáról, mint te, hogy te máshogy látod a gazdaságot, az Európai Uniót, az egészségügyet, a tudom is én, a szociális kérdéseket, a határon túli magyarok helyzetét, a végtelenségig tudok sorolni ilyen fejezett címeket, az nem baj.
Az nem baj, mert nem vagyunk egyformák. Nem vagyunk egyforma magasak, egyforma szépek, okosak, lehet sorolni a végtelen. De a szavazók sem ilyenek. Így van. A szavazók sem ilyenek. De ha megtaláljuk azt a legkisebb közös többszöröst, és én ezért tartom nagyon fontosnak, hogy egy asztalhoz tudnak most ülni azok a politikai pártok, akik 2018-ban vagy 2014-ben biztos, hogy nem ültek egy asztalhoz. Ennek pontosan ez a lényege, hogy nem azt keressük egymásba, hogy mi a különbség, mert azt nagyon hamar megtalálnánk. Mi ketten szerintem, hogyha nagyon-nagyon erőltetnénk, össze is tudnánk akár veszni. De nem ezért ültünk ide, hanem azért ültünk ide, hogy beszélgessünk. És ennek ez lenne a lényege, és látjuk, hogy mi lett ez a társadalomban különben. Beszélgetnek most a társadalomban az emberek egymással? Nem. Vannak szekértáborok, akik egymást meg tudnák ölni, bármik oldalról is van szó. Igen, szerintem, ha nekem van bármi politikai misszióm, bár ez ilyen nagyon állítatosan hangzik, az az, hogy olyan ország legyen ez, ahol tényleg mindenki le tud ülni a másikkal, aki részt vesz a közéletbe, és hogy mondjam, még ha semmibe se értünk egyet, legalább a vitakultúrát tudjuk elnevelni. Én egy olyan társadalomban szeretnék élni, ahol nem számít az, hogy ki honnan jön, nem számít az különben, hogy milyen a szülői háttere, hogy mennyi pénze van, hogy milyen pártállása van, hogy milyen vallása van, hogy kit szeret. Mindenkit emberszámba lehetne venni. Tudom, hogy ez is nagyon ájtatosan hangzik, de ezért dolgozunk. A végén és szerintem, ájtatos lesz a vége. De szerintem ennek a sztorinak az a vége, hogy 2022-ben mi ezt fogjuk kipróbálni. Azt már kipróbálta a magyar társadalom, hogy milyen Orbán alatt. Látjuk azt, hogy ez valami pokoli dolog. Valami szürreális, amiből különben 2022 után szerintem nagyon-nagyon jó végjátékokat fognak majd csinálni, és saját magunkon fogunk hosszasan röhögni, hogy úristen, mibe is éltünk mi 10 évig, vagy 12-ig, de nem ezt a világot akarunk.